Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok! Túl estünk a Division 2 Private Beta-ján, Hölgyeim és Urémi, jöjjenek az első benyomásaim a játékról! Mit uh, tapasztaltam, hogyan éltem meg? És amit látjátok a cím, a tökéletes idő, hogy elkezd játszani a Division-nel, vagyis hát a Division 2-vel, uh, vagy úgy mondjam. Lesz majd egy videó, ezután arról, hogy hogyan és miben alakultak át a képességek, mindazoknak, akik lemaradtak volna róla, és hogy mennyiben más, mint a Division 1, illetve mennyiben ugyanaz, továbbá mennyire lesz változatos bildelési lehetőség majd a Division 2-ben. Na, de első sorban beszéljünk az első benyomásaimról a játékról egyúttal meg is kérdezném, hogy nektek, hogy alakult a Division 2 bétája, hogyan tetszett a játék, kérlek, írjátok le a kommentekben beszéljük ki ezt egy kicsit. Nekem macerással indult a béta, mit nem mondjak, valamiért uh, nem tudott frissíteni a játék konkrétan, és emiatt nem indult el. Aztán valahogy nagy nehezen megszereztem a fórumokról a patchet magát, amit le kellett volna töltsön és telepítsen a játék, na azt feltelepítettem manuális, és akkor elindult, és akkor volt még két frissítés, és akkor még két frissítést elkértem a barátomtól, föltelepítettem, és valá, voilà, végre tudtam játszani a division -nél. úgyhogy a három napból egy azzal telt, hogy ezt a problémát megoldjam. Úgyhogy, ha netán a jövőben felmerülne ez a gond, akkor szerezzétek meg magát a pecset, és úgy írjátok fölül a játékkönyvtárban, bla, 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 bla tudjátok a kötelező. Na, szóval, miután kiborultam kétszer vagy háromszor, hogy nem tudok játszani a bétával, igyekeztem pozitív maradni, és objektívan hozzáállni a dolgokhoz. Szóval, nekem a Division kezdjük ott elsősorban, és miért? megpróbálom elmondani, miért mondom azt, hogy most a tökéletes idő, hogy elkezd játszani a Division-nel, mint franchise-al, nem feltétlenül a Division 1 el Mivel, hogy a játék, a két játék hihetetlenül különálló, és egy teljesen új vonalon uh, fogod meg az egész történetet. Ugye itt vagyunk most a fővárosban, Washingtonban, és itt, itt teljesen minden előről indul, előről kezdődik egy új történetszál, és némileg köze lesz valószínűleg a, az első részhez, de abból kiindulva, hogy mennyire technikailag, technikailag, tehát, hogy a bildelés, a szettek, a fegyverek, működése, stb. Technikailag, hogy mennyire másképp van kivitelezve, mondhatnád azt is, hogy olyan érzésed hogy a New Yorkiak így csinálják a dolgokat, a Washingtoniak meg így csinálják a dolgika, dolgokat, és a két játéknak sok közel nincs egymáshoz, és a két játékot szimultán tudod játszani. És miközben el tudom azt mondani, hogy ha lemaradtál volna a Division 1-ről, akkor a Division 2 a tökéletes, hogy, hogy elkezd. Miért? Mert ugyanaz. Ugyanaz, és mégsem. Ugyanaz, mint a Division 1 lövés, ugye kell csinálni, menni kell, le kell lőni a rossz fűkat, rossz után jön egy boss, és a boss után megkapod a jutalmat. De ugyanaz a fedezék mechanika van benne, ugyanaz az érzet, amikor lősz a fegyverekkel, az enemiknek az élete ugyanaz, sőt, egy kicsit úgy érzem, bár valószínűleg, hogy azért érzem úgy, mert hogy nem volt maxos build, hiába mondták azt, hogy experience the endgame, a private beta alatt, tehát lehetett egy ilyen endgame-et játszani, hiába mondták ezt, valószínűleg akkor sem voltunk maxim, maximumak, úgyhogy úgy éreztem, hogy a fegyverek kicsit keveset sebeznek, ahhoz képest, hogy egy sebzés nyelnek el az enemik, szóval minél nehezebb szinten mentél, a enemik annál szivacsabbá váltak, és hogyha ez nem tetszett a Division 1-ben, ez ugyanígy fennáll. Elvégre ez a játék RPG elemekkel van ellátva, ebből kiindulva az Enemik uh, kicsit kapják a szemzés. Viszont, ha sikerül eltalálod az érzékeny pontokat, akkor igen, igen gyorsan hullottak. Jó magam, egy kicsit későn kezdtem el Division 1-en játszani, így is elég sok órát tettem bele, de azt hiszem, hogy kb. egy évvel. Később kezdtem el játszani, valahogy úgy jutottam el odáig, hogy játszok, bele voltam Bolondul vagy a Warframe-ben, de a, a Division világa mindig is vonzott. Nagyon hangulatos világa van a Division 1-nek, és ezt el lehet mondani a Division 2-ről is. Nagyon jó volt az az ötlet, hogy végre elmozdultunk ugye a téltől, jót tesz a játéknak, viszont aki Grafikai upgrade-re számít a Division 1-hez, egyelőre a beta alapján azt kell mondjam, hogy a játék ugyanúgy néz ki, szóval Semmivel sem szebb, mint a Division 1. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy mivel a Division 1-ben sok volt a hó, és azt valahogy könnyebb meganimálni, és nincs vele annyi gond, azt kell, hogy mondjam, hogy emiatt a Division 1-nek én úgy érzékelem, hogy egy, egy, egy jobb, egy simossága van a Division 2-höz képes. Szóval, meglátjuk. Lehet, hogy még mindig le volt butítva a grafika ahhoz képest. Ha nem, akkor azt kell mondjam, hogy semmi különbség a két játék szépsége között. Annak, akit érdekel, hogy milyen a grafika. Ugyanakkor egy GTX 1080-nal 2K-ba full ultra mindenestől nyílt világon, nyílt terepen 50-60 fps, belterekben pedig 70 és 90 fps között mozgott a játék. Szóval némi optimalizáció lehet, hogy ráfér, de ettől függetlenül szép, fut, és minden rendben van vele. Már a bétában is kiderül, hogy a Division játék mennyisége az, vagyis a Division 2 játék mennyisége az nem kevés lesz. Szóval a mechanizmus hasonló lesz, mint a Division 1-ben lesznek safe de a safe kívül lesznek ilyen settlementek, ilyen hogy is mondják, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, most már nem tudom magyarul. Szóval lesznek ilyen settlementek, ilyen helységek, amiket ugyanúgy fejlesztened kell, mint a bázisodat. Hogyha fejleszted ezeket a settlementeket, akkor azok embereket küldenek a bázisodra, ami a bázis ugye a fehérház lesz, és akkor ugye a fehérház egyre-egyre jobban tud bővülni és javítani. Úgyhogy, és hogyha fejleszted még ezeket a settlementeket, hozzáférést kapsz, Kontratokozva is szerződésekhez, magyarul szerződésekhez hozzájutsz, amelyeket ha teljesíted, akkor ugyanúgy kapsz a bónuszokat. És ezekből, ahogy nézem a térképen, még már a bétából is kiderül, hogy kurvasok lesz. És ott lesz még három Zone. A Dark zone okról beszéltem már egy előző videóban, hogy hogy fognak kinézni. Ha kíváncsi lesz, keressél rá. A csatornámon ott lesznek. Szóval, uh, jó, lesz mit tenni a Division 2-ben, és ez így van rendjén. Azt hiszem, hogyha fognak behozni valami hasonlót, mint a Division 1-ben ilyen globál eventeket, ez még jobb lesz. Na most Biztos vagyok benne, illetve nagyon remélem, hogy az, amit most Endgame-nek hívtak, az valójában nem Endgame lesz, csak egy küldetés nehezebb szinten. Szóval adtak valamiféle Max Girt ehhez, hozzáférhetünk az összes specialistához, és végig egy Endgame-et, nem Edgémet, egy küldetést, nehéz beállításokon es cuccokkal én ezt inkább így hívnám, mert remélhetőleg ettől több lesz visz, akkor már az Edgém. Az enemik felfogták a lövéseket, nem egy hét, de viszont nem szedtek be voltunk, hanem sárga és lila cuccok keverékébe, szóval még távol voltunk szerintem a valódi endgame-től emiatt úgy éreztem, hogy az enemik némileg szívósak, a küldetés maga, mivel hogy már párszor végigmentem rajta, kicsit unalmassá vált, hogy őszinte legyek, de meg lehet, hogy azért, mert ugyanazt a feelinget kaptam tőle, mint a Division 1-től. Ezért is mondtam ugye korábban, hogy itt az idő, hogy elkezdő Division-nel játszani, mivel a Division 2-vel, vagy egyel, mindegy, de hogyha lemaradtál az egyről, akkor mégsem maradtál le semmiről, mert a kettő ugyanazt adja, ugyanazt az életérzést adja, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ebből kiindulva a játék korrekt. Korrektül van összerakva, és úgy néz ki, hogy sok tartalom van és lesz benne. Ők úgy néz ki, tehát a Ubisoft egy kicsivel többet, adtak láttatni ebből a játékból, mint az antemesek, és emiatt, hogy úgy mondjam, egy kicsit nyugodtabb vagyok, mint az antem antemel kapcsolatban, hogyha arról van szó, hogy kifizettem ennek, kifizettem ennek a játéknak az árát, lesz benne játékidő. Azon kívül, hogy játéktartalom lesz benne valószínűleg sok, főleg ugye köszönhetően a melléküldesítéseknek és a három dark Zone-nak együtt, azon kívül a formulási faktor sem kevés lesz, mert a játék úgy van összerakva, hogy a Division 1-hez képest, ahol a Division 1 ben egy ilyen mind maxos bildeket csináltunk, és többnyire mindig volt egy meta, itt úgy veszem észre a Division 2 ben hogy biztosan lesz egy meta. Biztosan, mivel hogy eleve az engine maga, a játék maga, a struktúrája annyira broken, hogy hogy kialakulnak meták maguktól, azért, mert, mert broken a játék, igazából. De ettől függetlenül, hogy lesz egy meta, sok, sok bildelési lehetőség lesz. A Division 1-hez képest több bildelési lehetőség lesz, több változat, több variáns, és mindegyik jó lesz. És ahogy észrevettem a casual játékostól kezdve egészen a proig ö, meg lehet ütni a szinteket, és hogyha csak úgy játszogatnál a Division 2-vel, megtalálod az utadat, és nem fogod úgy érezni, hogy ö, problémába ütközöl egy küldetésen. Mivel, hogy annyi változat lesz a bildek között, hogy, hogy valószínűleg úgy fogod érezni, hogy rendben van az a bild, amit csináltál. Kivéve, úgy gondolom, kivéve, hogyha Dark Zone vész. Három Dark Zone lesz, hogy ebből kettőben a fegyverek ki egyenlítődve, a gírszettek minden ott valószínűleg lesz esélyed, uh, viszont úgy lesz egy harmadik Dark Zone ott, hogyha késő játékos vagy nincs mit keresni, és valószínűleg ez így van rendjén, és ez egy jó gondolat volt a készítők részéről. Ja, ez lett volna még, sok, még sokat tudnék mondani, de tartsuk röviden ezt a videót. Ez lett volna az első hirtelen nagyobb benyomásom a játékkal kapcsolatban. Igyekeztem objektív maradni. Nekem tetszett, azért tetszett, mert olyan, mint az egy, de ami a géreket és a bildelést, a modolást tekintetve új, és az adja az új játék élményt. Szóval, ja, egy jó kombinációja az egynek és valami újnak. Hogy, 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 úgy mondjam. Lehetne akár egy hatalmas DLC is az egyhez, egyhez és azt mondták, hogy a Division 1-et most teljesen átalakítjuk, az is hasza lett volna. De így nem kell elhagyjam a Division 1-et, és játszhatok a Division 2-vel, mert két külön történet, és a két külön történet két külön gameplayt, modolási lehetőséget ad és harmolás. Szóval nem kell ott hagyd az egyet, viszont ha nem játszottál az egyel, akkor a kettőben szint úgy, szinte ugyanazt fogod kapni. Ja, összefoglaltam. Hogy most hogy tetszett a videó, iratkozz fel, lesz még Division 2 a csatornámon, és hát ja, ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!